Az egészségügyi világszervezet folyamatosan frissülő térképén jól látszik, hogy a koronavírus gócpontjának tartott kínai Wuhan városából már a világ számos országába eljutott a fertőzés. A legtöbb megbetegedést és halálozást Kínában okozta, Olaszország viszont néhány nap alatt a lista negyedik helyére került. Ott kedden kora délutánig 232 betegnél igazolták a koronavírus fertőzést. Több tartományban is drasztikus korlátozásokat vezettek be a hatóságok. A részletekről híradónknak a szombathelyi származású Horváth Lilla számolt be, aki 2006-tól él Udinében. Egy kicsit pánik hangulat uralkodik most Udinében. Tegnap kíváncsiságképp végigjártam azokat a boltokat, ahol általában vásárolni szoktam. A tésztatermékek, konzervek, fagyasztott áruk, tisztítószerek, kézfertőtlenítők, maszkok nyoma sincs, már a gyógyszertárakba se lehet beszerezni, de igazából szombat reggel kezdődött ez a pánik hangulat. Vasárnap az egészségügyi minisztérium kiadott egy közleményt, ami szerint az iskolákat továbbra is zárva tartják. Két tartományban az iskolák farsangi szünetét március 1-ig meghosszabbították. Nem nyitnak ki a szórakozó helyek, nem tartják meg a miséket, a temetések is csak szűk körben történhetnek, és a nagymúltú velencei karnevált is megszakították. Olaszországban február 25-éig 6-an vesztették életüket koronavírus fertőzés miatt, olyan idős emberek, akiknek más egészségügyi problémájuk is volt. A futball Európa Liga mérkőzéseit közönség nélkül játsszák. A soproni női kosárlabda csapat pedig lefújta az olasz Siló elleni meccsét, pedig Szlovéniában játszottak volna. Hétfőn a mentők egy indiai származású vendégmunkást szállítottak a zalaegerszegi kórházba koronavírus fertőzés gyanúja miatt. A kórház közleményt adott ki, a férfi tüneteit nem az új vírus okozta.